A komáromi Megint szép lesz diák színpad nyerte az 58. Jókai Napok Amatőr Színházi Fesztivál fődíját a Nagy Koronarablás című előadással. Szeretettel köszöntünk mindenkit Miklós Laci rendezőtársam nevében is. Az előadás megteremtette a sétáló színház műfaját Komáromban is. A helyszín az Öregvár. A Szent Korona elrablásának valós alapokon nyugvó története elevenedik meg a sétára vállalkozók előtt. Üdvözlöm Önöket! Jártak már itt korábban? Hányan? A történeten csuda karaktere vezet végig, egyrészt mesélő ő, másrészt pedig ügyelő is harmadrészt, de végképp nem utolsó sorban az őt alakító gimnazista nyerte a Jókai Napokon a legjobb női alakítás díját. Ő az erőt szelleme, ő a csuda, és hát igen, oda kellett nagyon figyelni az emberekre is, de viszont arra is, hogy őt alakítom, és őként, vagy hát csudaként szólalok meg. Én igazából nagyon izgatottan álltam neki, hát én történelemből szeretnék érettségizni. Szóval ez jól is jött. És hát nagyon sok szöveget kaptam. Mint mesélőnek ez nagyon nagy feladat volt, de remélem meg tudtam vele birkózni. A diák színészek Tóth Gábor rendező Facebook posztja szerint az eddigi 9 előadás alatt 120 kilométert tettek meg az erődben, gyalogosan, személyenként. Már nagyon otthonosan mozognak itt. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy részt vehettem benne, és tényleg lenyűgöző lett szerintem a végeredmény. És szerintem mindenki beleadott apait, anyait. Nagy Enikő látható és hallható Erzsébet királynő szerepében, aki a legígéretesebb tehetségnek járó Ferenczi Anna díjat kapta. Március környékén mutattak nekünk terveket arról, hogy mégis melyik helységben, melyik jelenet játszódna, és hogy néz neki ez az egész, és akkor kezdtük csak el átlátni a dolgokat. De addig senki nem tudta tényleg, hogy mire számítson, és hogy mibe fogunk bele, de azt tudtuk, hogy valami nagyon nagy és nagyon jó lesz ebből a dologból. És ez így is lett. Történelmi szemtelenkedés, ekép határozták meg a Nagy Koronarablás műfaját a Mariánum Egyházi Gimnázium Megint szép lesz diák színpadának rendezői. A többes szám nem téves, idén ugyanis ketten rendeztek. Miklós László, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Miki Laci is helyet kapott a rendezői porondon, Tóth Gábor, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Tóga mellett. A legjobb rendezés díja is az övék. Mi ezt felraktuk nagyjából ezeket a jeleneteket a kis aulába, a kis osztályterembe, úgy, ahogy van, majd ide bejöttünk, és az egész meghalt, mert nyilván akkora terek, olyan vízhangok vannak itten, nyilván egy diákszínjátszónak örülünk, hogyha a beszédtechnikája egy zárt térbe tökéletesen működhet, mert itt teljesen eltűnt, de odáig is, hogy amikor az esőzések voltak, akkor a lányok vizet lapátoltak vödörszámra, tehát hogy egy kicsit megölt minket ez a tér, majd amikor ezen túl voltunk, akkor elkezdtük élvezni, hogy mi mindent ad még hozzá, az árnyékok, a hangulata, a szürkesége, tehát hogy nagyon-nagyon örülünk most már, mert nagyon sokat segít. A zsűri elnöke Hizsnyan Géza a Jókai Napokon úgy fogalmazott, az előadás színháztörténeti mérföldkő, és azt is elmondta, az elmúlt 30 év legjobb előadása a Mariánumosoké, amire nyilván még sokan kíváncsiak, hiszen egyszerre csak 50 embert tud fogadni a sétáló színház az Öregvárban. Az a kritika, amit erre kaptunk, az hát pozitív értelme, de eléggé lesokkolt. Tehát én még ilyet nem hallottam. A Jókai Napokon pedig 20 éve járok ide, és lehet, hogy kicsit túlzó is, nem tudom. És ez meg nyilván generál egy nézői érdeklődést. Most egyelőre annyit merek mondani így június végén, hogy igyekszünk felelősen hozzáállni ez a dologhoz. Tehát szeptember elején remélhetőleg lesz lehetőségünk újra játszani. Nem tudom még hányszor, mert bár ez egy diákcsapat, de a 20 diákot ugyanolyan nehéz egyeztetni, mint a, mit tudom én, a Pál utcai fiúk szereplőgárdáját a Jókai Színházban. Tehát mindegyiknek van mindenféle elfoglaltsága. Úgyhogy igyekszünk amennyire csak lehet sokszor játszani, és aztán harcolunk az idővel, időjárással, fényekkel, hőmérséklettel, tehát ezt muszáj még a jó időben teljesíteni, ezt a penzumot. Márte!
Az előadás fiatalos nyelvezettel megalkotott, minden apró részletében kimunkált. Egyrészt nagyon mai, másrészt nagyon történelmi, csibészes humorú, de a mondani valója komoly. A cselekmény szerinti fő cél, ami nem más, mint a Szent Korona elrablása, széthúzással nem valósulhat meg. A mai világban össze kell fogni, és tényleg így lehet csak valami hatalmas nyugat alkotni, mert egy embernek nem menne. Erzsébet királynőnek nem ment volna egyedül, kellett hozzá 13 udvarhölgy, és sok más ember, aki hátulról támogatta őt, és szerintem ezt kéne, hogy a mai világban is tudatosítsa mindenki, hogy együtt tudunk valami nagyot alkotni. Nekünk az volt fontos, hogy olyat hozzunk létre, amivel a diákok azonosulni tudnak, tehát semmiképp nem szerettük volna őket felhasználni a mi saját céljainkra és olyan dolgokat közvetíteni, hogy megszületett egy konszenzus. Az a történet, melyben Erzsébet királynő a születendő fia 5. László trónjáért harcol, szeptemberben még megtekinthető. Az eddigi körülbelül 460 néző nem csalódott, érdemes időben érdeklődni és regisztrálni a darabra. Hát nem tudom, lehetek őszinte, marha jó. egyszerűen így bele varázsolnak minket szerintem ezáltal az akkorba. És hát, hogy álom-e, vagy valóság, teljesen mindegy szerintem. Megérint, és zseniálisak a fiatalok. Egyszer csak itt vagyunk, ott vagyunk, és az ember már alig várja, hogy amott lehessen, és követhesse az eseményeket. Csodás, nagyon jó. A Mariánumos színjátszók igen magasra tették a mércét, hiteles alkotók hitelesen és hiteleset alkottak. Gyönyörű az, ahogy a nők a férfiakról, női sorsról tud beszélni ez az előadás, mégis a történelem kapcsán, és valami eszméletlen az, hogy ki tudja használni azt, hogy itt lakunk, érted, itt élünk, és vegyük tudomásul azt, hogy nekünk igenis van történelmünk, és vannak olyan történeteink, amiket máshol nem lehet elmondani, és ez szerintem nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy ezt megcsináltak. Mózes András Ulászló szerepéért a legjobb férfi mellékszereplő díját kapta. Hihetetlen fegyelem, határtalan kreativitás és magas szintű szakmaiság kellett ahhoz, hogy egy darab így összeálljon. Hogy fest a folytatás, mi lesz a következő darab, nem tudni. Az tény, hogy nem ez a Mariánum első átütő diákszínjátszós sikere, az pedig bizonyosnak tűnik, hogy nem is az utolsó.